A sárkány wellness és gyógyfürdő Nyírbátor egyik kiemelt turisztikai célpontja, amely számára a koronavírus járvány előtti utolsó békebeli év 2019 volt. Fogalmazott Dickó József, aki szerint ehhez az évhez érdemes viszonyítani az idei 2022-es eredményeket, hiszen idén már folyamatosan várták a látogatókat. Vendégszám tekintetében nem értük el a 2019-es évet, de 10-15%-a kevesebb vendégünk volt, viszont az árbevételeink azok elérték a 2019-es évet. A beruházások kapcsán ugye az energiaárak miatt egy elég komoly energetikai beruházást tervezzünk, tervez a tulajdonos önkormányzat a fürdőnél, egy nagyon komoly megújuló energiafejlesztés lesz, ennek a pályázata elkészült, ez be is van adva, és reménykedünk abba, hogy ezt meg is nyerjük, mert akkor a fürdőnek az üzemeltetése az megoldott lesz hosszú évekig vagy évtizedekig. A gyógyfürdő az egész országból, sőt külföldről is fogadja a látogatókat, de a helyi lakosok körében is népszerű. A korábbi adatok azt mutatták, hogy ez a fürdő olyan 150-160 ezer embert tudott ellátni, vagy lépett be. Azonban azt tudni kell, hogy ennek jelentős része az úszásoktatás, illetve azok a vendégeink voltak, akik a gyógyászat kapcsán léptek be a fürdőbe. Az igazi piaci, tehát akik megvásárolták egyet, az olyan 80-100 ezer fő között van, ezt most ebbe az évben is remélem, hogy 80 ezer főt el fogunk érni. A legnagyobb része azok a nagyon érdekes módon a román vendégeink, akik olyan 30-35%-ot jelentenek a teljes vendég palettáról. Ezen kívül a nem nyírbátoriak jelentenek szintén egy nagyobb csoportot. Sajnos nyírbátoriakból egy olyan 10-12%-os látogatói létszámunk van. Ezt minden évben próbáltuk növelni. Egyelőre ez nem sikerült, de remélem jövő években ezt folyamatosan, dinamikusan fogjuk tudni növelni a nyírbátoriak létszámát. Dickó József hangsúlyozta, az önkormányzat kedvezményes áron kínálja a helyi lakosok számára a belépőjegyeket, ezért úgy véli, elsősorban nem anyagi okok miatt alakul így a látogatói statisztika. Azt azonban tudni kell, hogy egy fürdőnek az üzemeltetése elsősorban az elektromos áramnak az árától függ, ami januártól drasztikusan meg fog emelkedni. Mi is úgy számolunk, hogy olyan 5-6-szoros emelkedés lesz. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly költségeink lesznek. Ezért is terveztük úgy, hogy január 1-től határozatlan időre, valószínű, hogy egy áprilisi időszakig be fogunk zárni. Azonban valóban a egyesületek, az USZA egyesületek, illetve az általunk üzemeltetett gyógyászat miatt a részleges üzemeltetésben még gondolkozunk, számolunk egyébként, és a tulajdonosnak ezeket az adatokat átadjuk, és mondom, a önkormányzat dönteni fog, hogy a gyógyászat, illetve az USZA egyesületek használhatják-e a fürdőt. Az ügyvezető hozzátette, várják a beadott EU-s pályázatok elbírálását, és egy nehéz évre készülnek.